Sziasztok, üdv mindenkinek! Négyen leszünk a műsorban, viszont egy autó, egy csodálatos Lada VFTS, ami most manapság Magyarországon az egyik legmenőbb, és itt lesz a tulaja is, és pilótája Karsai Zsolt, már is kezdünk. Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi. A modellautóbázis. Zsolti, hát először is nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elhoztad a kocsit, és ugye hiába nagyon sokára fog lemenni, de azért mondjuk el, hogy most jöttél haza gyakorlatilag egy napja Győrből, azért van még az a matricázás rajta, és itt van ez az új autó, ugye azt tudjuk rólad, hogy a végletek embere vagy. Kártékony végletek embere. Igen, a határon szeretsz autózni, tehát igen. Ez a gyönyörű szék világos kék autó azért volt már törött állapotban. Duennél elég sok kép és videó felelhető róla, hogy te elég sokszor építesz autót. Azt mondd meg, hogy ez az aktuális, ez most éppen mit tartalmaz és miben más és mennyire menő? Hát azt azért hozzá kell, nem a saját vélelmemben, de amúgy igen, hogy annyira nagyon nem török össze kocsit, hogy nem tudnám befejezni a versenyt. Esztétikai problémákkal szoktunk küzdeni, de a futómű a helyén van. De igen, hosszúak a túlnyúlások. Igen, a végletek az megvan. Hát erre most nem azt mondom, hogy vigyázunk, csak ehhez még nem vagyok felnőve, vagy nem tudom még úgy vezetni, ahogy szeretném. De ami késik nem múlik, azon dolgozunk, kell a kilométer, és akkor utálom, amikor ezt mondták, hogy kell a kilométer, meg végizelni. De tényleg igaz. Azt ugyanúgy buzi vagyok most is, mint azok, hogy kell a kilométer, meg majd jó lesz. Technikailag mit kell róla tudni? Technikailag egy Honda S200-es FUSC széria motor van benne. Ez a 240 ló? Az igen, valami 200, valami olyasmi. Padon 235 keréken, meg 210 newton. Váltó egy Gabura, váltó... De Szeki? Szeki, igen, 6-os Szeki, jó hosszú egyes sajnos, de hát ez ilyen, ezzel nem tudunk mit kezdeni. Kardán, az van benne minden, azt engedjük el. Egy Mitsubishi hír, hát tényleg van benne az elejétán BMW, a hátulja a Mitsubishi, és minden. Összvény. Így van. A hír az egy, hát én már most meg nem mondom, az biztos, már most nem tudom. Nem, mert az keskeny. Igen? El 300, de én már nem... Már Pajero hír. Meg Pajero hír. A Pajero hír volt a keskenyben, ez igen. Lehet, hogy ne, valami, mindegy Mitsubishi hír van, igen, széles. 300-ban, igen. Elől egy gazdasági okokból egy Fiat 500 Abarth tárcsa, mert 498-as, meg 310-es jó nagy, egy Peugeot Rally 4-es nyereggel, hátulra nem tudtunk mit kitalálni, úgyhogy ott egy MK2-es Escortnak a fék méretedése, meg mindene van rajta, tehát a nyereg is, meg a szalag is. Az, hát figyelj, gátlók, azok már ilyen háromutas, nagyon rugó úttal rendelkező gátlók. Azt kamerán kívül mesélted nekünk, hogy egyik napod arra ment el, hogy klikkelgettél jobbra-balra a gátlóval. Nem találtuk meg a jót még mindig, de már tudjuk, hogy mi a baj, úgyhogy majd jó lesz. A kilótunk itt most vele, leteszteltük nagyon jól, ilyen körülmények között, hogy milyen szép sima az aszfalt. Ott Győrben nem ilyen volt, úgyhogy ott mindenhol jártunk, mert minden volt, de azt rátudtuk, hogy ott azzal nem tudunk mit kezdeni, úgyhogy maradtunk ebbe. Kell még a kilométer. Sok kilométer kell, igen. Figyelj, mekkora ugrás mondjuk egy 1.9-es vagy egy 1.6-os Lada motorhoz, még akkor is, hogyha föl van húzva egy ilyen S2000-es? Figyelj, nem gondolom, hogy akkora nagy ugrás, ezzel ott van Gege, mert hétvégén megmutatta, hogy egy 1.6 top ás motorral is úgy elvert, hogy nagyon elvert. De mondjuk egy külön állatfaj, tehát ő tényleg még ez a fiatalság, bolondságba átmegyek mindenre. Én is vagyok hülye, de azért egy gyorsan kétszer tudok hülye lenni, ő meg kétszer normális. Úgyhogy nagyon ügyes a fiú, nagyon-nagyon elcsázott, dolgozunk rajta, hogy ez forduljon, de jó, nincs akkor a felfelékbe veszed észre inkább, hogy forog le. Meg leforgatja, meg ha baj van, akkor mindig van egy kis erőt. Erős kocsival könnyebb menni, ugye azért tudok jobban menni szerintem, mert ás kocsikat volt nekem, az ilyen lendület kocsi volt, és ugyanezt csináljuk ezzel is, én nem az erőre hagyatkozok én legalábbis. De sokkal könnyebb fordulatban is van tartalékod, ugye ez 9002-nél van megállítva, 8005-nél váltom el, mert alapvetően ott van toppon a teljesítmény, és de lehet forgatni bármeddig.
De az a 700 tartalék az valamikor jól jön, hogy nem dadok, hanem még ott még besegít is tol rajta egyet. Hol vált vezérlést? 6 félnél? 6 félnél vált vezérlést, igen. Az alatt egy... Semmi. Szar. Nagyon. János, mentünk már egy jó pár féle VFTS-sel, azért ez ahogy mondta Zsolt, és azért ez egy összvér. Van ebben minden, mit vársz tőle? Hát én sokat. Egyrészt ugye Zsolti már nem tudom, hanyadik alkalom, hogy már majdnem eljutott ide. Csak mindig összetört valami, valami hülye összetörte. A kedvencem, a két kedvencem van. Az egyik, mikor szerintem azon pont nem mentünk azon a Rally Hungary, mikor felborított a Bózsván, azt hiszem. Én kétszer is borultam. Igen, de hogy egyszer volt, én nem hiszem az, el. Igen. Az üvöltözted, igen. Meg egyszer az nem tudom milyen verseny volt ott, meg egyszer egy ilyen Balassba elfelejtett be, és bement egy süsnyásba. Fordult csak a kanyar íven, meg az én íven, nem egyszer. Igen, és valami hasonlót mondott utána. Veszprém volt. Egy, igen. Szóval már eleve, ugye nem tudom meddig arra esküszött, hogy nem a széles, tehát a rendes radával ment, és ugye már abban is az a blokk volt, és ugye Volvo már... Volvo fékkel. Igen, akkor kitaláltuk, hogy milyen jó, és hozzá el ezt az autót. Hoppá! És ugye azóta most rábeszélték erre, én biztos, hogy nagyon jó, meg ugye a PSA-sok csinálják neki. PSA fejlesztett igen. Nagyon sok mindent, és az Uncsin meg összeraktál. Ugye az Arnival közösen, tehát az Arni azért ért is hozzá. Tehát azt gondolom, hogy biztos jó a kocsi. Így, hogy elmesélte, valószínűleg ez a futómű ide jó inkább, mint ahol versenyzett vele. Majd még most. De majd fejlesz. Valamit ki kell cserélni, mert ez nem értek. Szerintem ugye főleg a mi ladánkhoz képest, hogy motorerőben nem lesz őrült különbség. Az is felülment, mint a barom, iszonyat nyomatékos volt. Annyi, hogy azt szerintem kilométerben ennek kb. A töredékét bírná ki, mert gondolom ez már hanyarik szezon óta mész. Hát rengeteget költöttem le. Igen. 12 darabból leszűrőt vettem le. 4 év alatt. Nem, 3 év alatt. De azért mondom, semmi. Hogy ugye a Lada motorokban ez a baj, hogy azt szénnél húzhatod, mint amilyen a miénk lett a legvégére, de ott ugye minden egyes kilométernél azon jár az agyat, hogy mikor ugrik szét. Azok igen. Igen. Nem hát azért nem szerettem vele menni. Ez meg olyan, hogy ez most... Tök jó, ez bírja. Tehát, hogy... Csabi, neked a várakozás? Le kell forgatni, gyerekek. Már amikor a Ladánál féltél, ez még ott még mindig kéri. Tiétekkel én nem is akartam menni, nem is mentem, ha jól emlékszem, mert féltem tőle, hogy bármikor szét hát, ugye az a legjobb kombó volt, mert a motor az üzemperces, a váltó meg a kavarós. Igen. És a kettő együtt úgy... Itt most az mindkettő ki van küszöbölve. De Ladában mentünk már nagyon jóval is, meg nagyon ócskával is, úgyhogy nem tudom, majd kialakul, hogy ez... De hát gyanítom, ez a felső véglet, véglet lesz. Akkor a szokásos módon fogjuk csinálni, hogy sorba mentek, és akkor harmadiknak megy majd Zsolti is, és akkor utána, hogy hűljön a kocsi, majd kivisszük, és utána értékelünk. Tehát lenyomjátok a 3 köröket. Jó. Csak az első embernek a melegítésénél Zsolti beül, hogy megtanulhassa. Nem kell a kocsinak. Nem kell? Elfújod, az kész? Jó. Hát akkor, olyan, akkor vissza lehet majd állni. Valamit eltaláltunk rajta, de levég a gyors és 88 fok. Az aha, tökéletes. Nem melegszik. Szuper. 40 fokba sem. Ki akar menni elsőnek? Menjen, Jani. Jó. Van rajta ilyen rajt. Diszkó, de... Ja, megtartja a fordulatot. Szalapul lehet revele elrajtolni. Szerint szokott, simán, nem amúgy csak, így lenni. Csak legalább 7000-ig föl kell tolni, nem? Sokan vannak, vagy... Te 8000-re nyugodtak. Valamelyik. 8000-re felteszem. Tartod ezt a bírjárcsúszatot. Tudom, nem kell hiányítani. Aha, bírja. Ja, vagy a végén felé jár, mert a kilométer lesz. Ja. Na most úgy jöttem, dupla tárcsás, úgyhogy... Azért elképesztően jól szól, gyerekek. De az még nincsen szólítva. Az eddigi... De kívülről versenyautóstak tudik a hangi. Ugye? Meg olyan mozgásteljesőt is a fasz. 190 valamennyikhez képest, igen, 118. Hát ez egy jó néz ki kívülről, Zsolti? Én még nem láttam, tök jó. Forgás volt. Forgás volt? Egy forgás. 47.
nem éri erősen. Lesz miről mesélnie. Mert beleszerelmesedett, azt bele lehet amúgy vanulni. Ja. Csak hátul hajt, az becsapóskat. A gépháztető kinyílt. Gépháztető kinyílt, igen. Van is valahol, hogy keresnek itt a filmben, kell legyen. Mikor a legdrábbakat megveszed? Jó, befutok. Direkt veszek fekete lepat, meg a legdrágább, az kinyílik magától. Egész versenyen kötöztük. De most fogok venni egy kócsot. Azt a hasonló szót, és akkor majd. A sebesség támogatója a Bex Csapágy webáruháza. Reklámépítészeti megoldások a G-Ban Partners Kft-től. Látogatószámlálás, látogató analitika 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperiontól. A műsor támogatója a Székely Csemege. Első kör 46. 079 000, összidő 1 perc, 49, 129 000. Viva Otto! Elkezdtem ezt nézni, hogy mi a fasz van, és lekéstem. Egyre semmi nincsen. Majd menjél még vele, mert... Jó egyébként? Igen, a kormányzás, amit mond a Zsolti, furcsa, hogy lesz egy, amikor átmegy a erősség. Tehát van egy, amikor vált az erősség, tehát valahogy furcsa, amikor elkezdett fordítani, egy darabban, hogy nehezebb kormányozni. Aha. De majd ráérzel, kicsit próbáld le az első körbe. Nagyobb kormány szögből? Hát, valahol, mikor itt jársz, főleg ellenkormánynál, először könnyű, aztán benehezik, aztán megint könnyű. Szerintem ott valahogy a forgaslét szorul, vagy nem tudom. De amúgy jó vezetni. Csak annyira el voltam foglalva, hogy mi a leveg előtt, hogy lekéstem az ellenkormány. Jó. Nagyon erős, tehát hogy ha úszik, akkor ne adj már nagy gáz, mert iszonyatosan hamar úszik tovább. Jó. És nagyon üvöltetni kell. De villog, úgyhogy észreveszed, ha váltani kell. Húzzak rajta? Hát, ha tudom. Ezen a volgam. Ezt az oldalt. Hát kicsit felemás leszel. Na mindegy. Így jó? Mindegy, mindegy. Hát azt az időből is látom. Pedig lehet tudnék vele gyorsabban menni, csak... Jaj. Annyira megzavart, hogy elkezdett valami lebegni, hogy elfelejtettem elkormányozni. Hát tudod, mikor én nézel magad el, és közben nem tűnt fel, hogy annyira úszok. Az egyik, ez a csikicsuki, a másikban meg a nagy. Igen, adja a különbség, hogy először bemész a csikicsukiba, a másodikon meg nem. Csak arra figyelj, hogy ott a féktáv ilyen jó nagy csalogatónak néz ki, de amúgy dobál. Tehát, hogy ott meg tud elállni az eleje hátulja, épp ami a kedve van. Melegítésnél láttam is, hogy megkísérletetted. Hát azért, hogy ott... Figyeljetek, srácok, 1,3 másodperccel gyorsabb, mint eddig bármi elad a termék, ami itt volt, 46-0. Nagyon jó a kocsi. Azt én... Igen, de pont amit mondott a Zsolt, hogy a kormányzásban van egy valami nagyon furcsaság, mikor ellenkormányzó van, egy kicsit megnehezedik, és utána újra könnyű. Aha. És ugye az a baj, hogy bele... Az a szervunk, az kikezd cserébe. Mercivel, elektroidolikus Mercivel tervezte adni. Földön nincs, úgyhogy ebben egy Opel van, és nem. Aha. Nem, valahogy nem. Mindig, hogy bekeményedik. Pont mikor csúszik, akkor furcsa érzés vele menni. De nagyon jó, tényleg. Figyelj, az első Fábia R5-ös időnél, amit még annó mentetek, annál egyetlen tizeddel lassabb csak. Jó. Ez egy jó gyors kocsi. Mondom, én tudnék vele, hogy gyorsabban menni, csak...
rá kell érezni. Menjetek! Hát az van, tele van tampon, a gumi. Drága gumit, vagy csak forgatni. Ötös gumit nem tudom eladni úgy, hogyha ezt el lehet használni. Bár csak így működne a világ. Na nézzük Csabit! Igen, szerintem ezt ő is nagyon élvezni fogja, mert pont mondta is, hogy eddig minden Ladától azért félt, mert fél a motortól, fél a váltótól, és itt meg nem fél semmitől, mert a motor idézőjelben széria, a váltó szeki, amihoz hozzá van szokva, tehát ráköltöttem a motor egy jó négyet, de annyi csak, hogy új olajszivattyú, új vízszivattyú, új szelep tárgya, gyár. Ez megy. Viszonylag nagy végsebességre van átmenetben. Igen? Már itt csak negyedik, mert váltasz hátul. 16-os kerék. Az óra is elromlott, 118-at utána. Nem látom, ez sose kívülről. De jól néz ki, mi? Jól is szól, igen. Pedig azért a legtöbb tulaj ilyen alapvetően csöndbe szokta nézni az autóját. Nem lehet szép baszni, én mindent elkövetek pedig. Ott is milyen szépen bedobja, igen. Lehet szépen csúszásba menni vele. Óriási. Csoda. Vajon nézni, kíváncsi vagyok. Aztán visszajön, és akkor Zsolti, te jössz. Jó? Jó, lassan. Van nálad utó? Nem baj. Nincs. Odaadjam a koszosat. Nyomd le a két kört, és akkor utána visszajössz ide hozzánk, jó? Első kör 46, 410 ezred. Összidő 3 tizeddel lassabb. 1 per 27, 917 ezred. Azt most nem látom sajnos, hogy mennyi az egy két körös. De a te 47-0-át vezet. Jó, Zsolti, tiéd a pálya. Na ez már meg van csinálva, nem? Ez már meg. Ez látszott, hogy ezt élvezted is. Felveszem, akkor van hang. Neked is furcsa volt a kormányzás? Fura, de én nagyon messze ültem tőle, tehát eleve így lógtam a kormányon. Csak akkor is, hogy van egy ilyen... Nem. Hát 3 tizedet kaptál, Csabi. Azt szerintem az tök oké. Persze. És hát még az is. Jó, most megnéztem, hogy a mi ladánk volt 47-4-0, és te mentél most 46-3-at. Jani meg 46-0-át. Elrajtolt, vagy ez már melegítő? Szerintem melegítős, csak keresztbe kasom. A rajt is szörnyű volt, meg utána azért úgy keresgéltem, de... Nem vettem észre neked. A gáz. Azt szerintem szoftveresen. Ja. Na. Mi lett oda? Szerintem újraindítja, nem? Ja. Igen. Nekem is furcsa volt a megpördülés után egy kicsit. Igen? De utána visszaállt. A megforgás után nem vette vissza az egyest. Nem, ez forog. Most. Na. Valami lelte. Valami. Zsolti, először is nagyon szépen köszönjük. Kérlek most egy... Csak tökletettük. Tökletettem. A cél megvan. Mondd el, milyen volt kívülről nézni a kocsit, mert azt minden drivertől szeretem megkérdezni. Én most láttam először, és én úgy örülök, hogy végre láttam, hogy használva van valami, és volt. Jó, szóval jól mentetek vele. Én nekem élmény. János, a 46-0 azért, ahogy most ezt visszanéztem, az 1,4 másodperccel gyorsabb, mint a mi VFTS-ünk, és még Csabi 46-3-a is bőven aláveri azt az időt. Ez tényleg, ahogy mondtam, a 46-0 az 1 tizeddel lassabb, mint az első Fabia erőt idő. Azért, és az simán benne van, mert hát Jani sem ment vele sokat, én meg végképp nem, tehát hogy ez kicsit még úgy meg tud szokni, meg jobban ülsz benne, akkor... Nem, tényleg én amikor kiszálltam, úgy szálltam ki, mondom, simán lehet, hogy Csabi jobbat megy, mert talán igen. Mert ebben a kocsiban van igen. Bőven. Tehát, hogy igen. Szerintem most másodikra egy 45 felett azt igen. Tudnék vele menni kb. Hát a Gyorti meg valószínűleg gyorsabban is. Hát valószínűleg igen. Ez a...
De tényleg, hogy mondjuk el azért kamerába is, hogy a Bovden, Gáz Bovden. Kiszokósodott a Bovden. Kikapott, és szerencsére nem a versenyen. És egyetlen egy szál tartja még, hogy egy szál Gáz Bovdennel mentünk így. Igazából egy ilyen tényleg semmilyen hiba. Tehát innen is a Győrnek még egyszer gratulálom. Nagyon örülök, most a végképp fejek tudom ilyen pozícionálni, a garázsba behozom a kupát most már. Urak, még egyszer köszönöm nektek is, hogy itt voltatok. Jövő héten is lesz Lattaink, akkor is tartsatok majd velünk, addig is Facebook, Insta, YouTube. Sziasztok! A következő heti adásban visszatér hozzánk egy gyönyörű Toyota Celica GT4, ami volt itt, de most egy picit erősebb és jobb állapotban lesz. És megérkezik a BMW Motorsporttól a Formula Student egyik újabb változata, és megpróbáljuk összemérni a korábbi győri autóval, vajon tud-e gyorsabb lenni kiskategóriás versenyautó. Modell és hobbi. A modellautóbázis. Hedo. Az út, ami összeköt. A műsor támogatója a Székely Csemege. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Láttájming adásokról sem.